fáradtságon tud lendíteni, hogy könnyen gyorsabban, hamarabb hazaérünk, a saját ágyunkba tudunk aludni. Hogyan értékelnéd a mérkőzést? Nagyon kiegyensúlyozó mérkőzés volt, én mondhatni, hogy már play-off mérkőzés volt, mert mindenki csapatnál nem tudom, hogy ők is voltak benne, de nagyon jól kezelt őrösténk, hiszen nem lesz a kapusunkat, aki nagyon-nagyokat védett mai napon. De tényleg ez egy csapatunk volt, és én úgy gondolom, hogy mindenki jól teljesített. Mit mondott egyébként Rob Pelin vezető edző a mérkőzés után most nektek? Megdicsért minket, megköszönt az egész alapszakaszbeli munkát. Tényleg úgy érezzük, hogy ez egy nagy csapat, a csapat érdem az egész, mert mindenki hozzátett azt, ami szükséges volt ahhoz, hogy elérjük ezt a négyedik helyet, ami szerintem egy nagyon előkelő pozíció. Otthon kezdhetjük a rájátszást, úgyhogy ez is egy kis előny lehet. Az első meccs nagyon fontos lesz, hogy csináljunk, hogy oda kell koncentrálnunk. Jön a rájátszás, a Vienna Capitals az ellenfél. Elnézve a mérkőzéseket, végig szoros párharcokat vívtatok. Mi erre számíthatunk most itt a playoffban? Igen, erre számíthatunk. Egy nagyon képzett, nagyon rutinos csapat ellen fogunk pályára lépni, de úgy gondolom, hogy pár év ezelőtt ne játszottunk velük, de most én remélem, hogy nagyobb eséllyel futunk el nekem a párharcnak, és nagyon remélem, hogy le tudjuk őket győzni. Mennyit jelenthet nekik az, vagy nektek az, hogy ők új edzővel indulnak? Ez az a dolog, amire pont beszélgettünk a srácok, hogy nagyon nehéz erre bármit tippelni, mert ez igazából vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul is elsülhet. Úgyhogy tényleg nem, erre nem tudom nagyon mit tippelni, hogy ez most mit hoz ki belőle. Egy váltás az tud nagyon jókat is kihozni a csapatból, de akár más is történhet, úgyhogy ezt majd meglátjuk pár mérkőzés után. Előny is az, hogy nem kell Ausztria másik végébe utazni, hanem csak Bécsig. Igen, ez egy nagyon jó dolog, abban a szempontból, hogy igazából mindegy, hogy milyen csapatot kaptunk, valahogyis magunkkal kell foglalkoznunk, de igen, azért annak örülünk, hogy nem kell Bolzánóba utaznunk, hanem csak Bécsig, az biztos, hogy azért a fáradtságon tud lendíteni, hogy könnyen gyorsabban, hamarabb hazaérünk, a saját ágyunkba tudunk aludni, úgyhogy ez biztos segít majd. Kötelező a továbbjutás, mondhatjuk esetleg? Nagyon örülnék neki, hogyha tovább tudnak jutni, egy kötelező továbbjutás, nem lehet mondani, de mindent meg fogunk tenni az érdekében, hogy tovább jussunk. Ez a mi álmunk, hogy még nem sikerült a négybe jutni, de úgy érezzük, hogy idén tényleg sikerülhet.